A 21. században le kell váltani a képviseleti demokráciát valamire. A képviseleti demokrácia, mint intézményrendszer, mint működési mód megbukott. Én tudok megbukott, ez tény. Tehát ez történelmi tény. Úgy hívják, hogy diktatúra. De nem szükségszerű. A diktatúra, igen, a diktatúra az felválthatja ezt. De szerintem egyrészt nem szükségszerű, másrészt Magyarországon a diktatúra sosem működött, és a demokrácia sem. Magyarországon ez az ilyen engedményes rendszer működik, amilyen a dualizmus volt, meg amilyen a Horthy rendszer, meg a Kádár rendszer, meg a nemzeti együttműködés. Ez az ilyen tekintélyelvű, de ilyen kis engedményeken alapuló rendszerek működnek nálunk. Igen, nálunk ezek a boldog békeidők. Berzsenyi, Kisfaludi. Mi így szeretjük, ezek vagyunk mi magyarok. Szerintem a jövő az azt fogja jelenteni, hogy nem kell korrumpálnod magadat ahhoz, hogy a politikába bele tudjál avatkozni. Én legalábbis úgy képzelem. Szerintem ez a legnagyobb kihívás, a belső korrupció. Mert a külső, hogy mondjam, nem a külső hatásokkal van itt a baj, hanem a belső működéssel. Azzal, hogyan az emberek így a csontvelői korruptul működnek. És szerintem a jövő politikája az az, én legalábbis azt szeretném hinni, és talán már a mi életünkben elkezdődhet, hogy úgy befolyásoljuk a politikát, hogy nem kell politikusokká válnunk. Hanem mondjuk létrehoz valaki. Mondjuk van egy ügyed, amit szeretnél képviselni, amit át akarsz vinni. Mondjuk szeretnél fegyvert. Törvényes fegyvert, mondjuk. Vagy szeretnél mondjuk jogot az eutanáziához. Vagy mit tudom én, szeretnél halálbüntetést. Azt is akarhatod. Ahhoz is jogod van, hogy azt kérd. Én nem értek vele egyet, de jogod van hozzá, hogy azt. Vagy bármi egyebet. Akkor így létrehozol egy Facebook csoportot, így gyűjtesz ott, mit tudom én, 500 ezer embert, akinek ez fontos, ez az ügy. De lehet, hogy 1 milliót. És amikor már annyi kattintáson, azon a kibaszott Facebookon, akkor a kormányprogramba egyszerűen be fog kerülni ez az ügy. Egyszerűen be fogja venni a párt, mert meg akarja nyerni azokat az embereket, akik nálad kattintanak. És te megmondod, hogy te személy szerint, aki indítottad ezt, bármelyik párt beveszi a programjába, akik itt kattintanak, azok mind arra a pártra fognak a következő választáson szavazni, amelyik beveszi a programjába. Hát verseny lenne, és bevenné mindegyik. És abban a pillanatban, hogy az összes bemenni a programjába, ez a Facebook csoport ez így egyszerűen így megszűnne. Mert hogy így sikerült az ügy. És valahol máshol összeállna egy másik ügy mellett, ugyanaz meg egy csomó másik ember. És azok is egyszerűen elérnék a kritikus tömeget, és átütnék azt, amit akarnak, és ilyen módon tök mindegy, hogy ki van hatalmon. Lehet az Orbán Viktor hatalmon, mi fogunk kormányozni. Nem tudom, hogy mennyire érthető ez a modell, amiről beszélek. Ők mindent elkövetnek azért, hogy a mi szavazatainkat megnyerjék. Ők mindent elkövetnek, ők kecskét basznak azért, hogy mi szeressük őket. Komolyan! Nekünk semmi más dolgunk nincsen, mint megfogalmazni azt, hogy mit akarunk. És akkor maradjon ő hatalmon, hát korrumpálódjon ő, meg romoljon meg az ő lelke a hatalomtól. Ne kelljen az enyémnek megromlani ahhoz, hogy ha van egy ügyem és át akarom ütni. Egyszerűen csak megszervezem azokat az embereket, akikkel kellő társadalmi tömeg vagyunk, és akkor a dolog egyszerűen átbillen. Átbillen, és megtörténik. Szerintem ez a 21. század politikája, és ez kell, hogy felváltsa a képviseleti demokráciát, ami válságba jutott. Itt rendszer szintű problémák vannak. Rendszer szintű problémákról van szó, amiket át kell ütni. És arról van szó, hogy a FAM például ellenezte, hogy ezt a videót megmutassuk. De én meg ragaszkodom hozzá, hogy újra meg újra megmutassuk addig, ameddig ezt a dolgot nem ütjük át. Mert ez egy fontos, tehát hogy ezek nem fognak maguktól megtörténni. Hogyan tájékozódott a jelöltekről? Nem nyilatkozom. Nem nyilatkozom, úgyhogy tájékoztattam. Minek alapján hozta meg a döntését, hogy kire fog szavazni? Én csak gondolatba szavaztam, akit látom, hogy jó, azt arra szavaztam. De valahogy csak tájékozódott a 31 jelöltről és a 4 polgármester jelöltről. Igen, de... Na, nem tudom, hogy milyenek lesznek, komolyan mondom tényleg, de szerintem jók. Lesznek a jelöltek,
akikre én szavaztam, de nem tudom, nem vagyok benne biztos. Hát az igazság, hogy mindenki szeretne valami jobbat csinálni. Szeretnének mondjuk esetleg ilyen univerzális balhékot csinálni, meg bulikat csinálni itten Abonyba, meg ezt, ami volt is pénteken, hogy vannak ezek a bulik, meg stb. De most választás van. Nem lehetne arra korlátozódni? Lehetne arra korlátozódni. Milyen szempontok alapján hozta meg a döntését, hogy ma kire szavaz Füzes Abonyban? Én az igazság, hogy én azt szeretném, hogyha tényleg mindenki azt szeretné, hogyha tényleg jó lenne mondjuk nekünk. Nem tudom mibe, de hogyha jó lenne nekünk. Tudja egyébként, hogy ki a 31 képviselőjelölt, és ki a 4 polgármester jelölt? A 4 polgármester jelölt az Nagy Csaba, Dr. Gondos Csontos, Dr. Csontos László, meg a harmadikat azt nem tudom. De 4 van. Akkor a másik 2 az nem tudom. És a jelöltek közül, a 31 jelölt közül esetleg tud valakit, akit tüzetesebben átnézett, a munkásságát megnézte, egyáltalán az alkalmasságát megnézte, akár újságban, tévében, interneten, kiadványban? Nem néztem meg. És akkor így nem volt egy kicsit nehéz döntést hozni? Hát nehéz döntés volt, de döntöttem. És mi a szándék és a cél az ön döntésével, mondjuk a város érdekét tekintve? Az, hogy jó legyen minden, hogy az utak is rendben legyenek, meg rendben legyenek a házak, meg szóval, hogy be legyen minden parkosítva. Hogy szép legyen a ház előtt, meg szép legyen az egész város, meg az utak jók legyenek. Hogy ne legyenek kátyúk, ne legyenek gödrök, hogy az utat meg lehessen csinálni normálisan, mert némelyik út úgy néz ki, hogy az valami siralmas. De úgyhogy... Mondjuk ez a zárcsökkentés, személydíjcsökkentés... Mi az a zárcsökkentés? Én csak hallottam, hogy dobnak fel ilyeneket is. De hol csökkentik az árat? Hát gondolom, hogy ebben. Hogy de kik? Hát gondolom, ezek a kormányzati tagok, hogy gondolom szétdobják én. Mert ön most kormányzati tagokra szavazott? Nem, csak hogy gondolom, hogy hát mindegy, az a lényeg, hogy én azt szeretném, hogy valami jobb lenne. Legyen táncest, meg ilyen, hogy programok legyenek, mit tudom én. Mert mint hogy hol a beparkosított házak előtt például? Nem, például a játszótére legyenek táncest, akik énekelnek, hogy ki lehessen nyugodtan menni a parkba, mert eddig nem lehetett kimenni a parkba, mert nem volt semmi, ami jónak látnám, hogy ki érdemes lenne menni, szóval, hogy ki lehessen érdemes legyen kimenni a pályára, hogyha valami. Én azt szeretném, hogyha az volna, mint ezelőtt mondjuk 4-5 évvel volt, ami mondjuk eddig is volt. 4-5 évvel. Én azt szeretném. És elmondja nekünk, hogy mi az, amit szeretné, és mi volt 4-5 éve? Hát most mondtam el, hogy tényleg azok a bulik, meg azok a tényleg, tehát azért újítjuk már fel a Füzes Abonyt, tehát ne nevetségesítjük már a Füzes Abonyt, tehát újítjuk föl, tehát azért csak teljeszkedett Füzes Abony. Meg azért mindig jobb lett, és én azt szeretném, hogy azért minél tovább terjesszük ezt a dolgot. És lehetett táncolni a parkban? Akár. Mit vár ön az új testülettől? Hát, hogy legyenek jók, hogy belegyen, hát, hogy, na, hogy legyen, azt mondja, legyen olyan, hogy ne legyen tánc, meg legyen
az, hogy jó csináljak az ilyen programokat. Döntöttem. Legyen tánc. Akár. Szóval, hogy lesen érdemes legyen kimenni a pályára. Mondjuk ez az árcsökkentés. Én nekem volna mondani valóm, de előbb mondd el te, hogy miért nézzük ezt meg majd. Miért tartották fontosnak, hogy eljöjjenek ma szavazni? Hát azért tartottunk fontosnak, hogy hát legalább mindenkinek is fontos legyen, őknek is fontos legyen, hát ez valamit. Csak az életért csak csináljunk valamit. Hogyan tájékozódott a jelöltekről, tehát hogy hozta meg a döntését, mennyire vett részt aktívan a kampányban? Aktívan? Hát azért, mert én csináltam félig, és hogy hát szeretném én is úgy, hogy az ország valamit dönt magáról, valamit dönt magáról az ország, úgyhogy hát... A barátaival mennyire volt fontos téma mostanában a választás, vagy ismerőseivel, családjával? Hát most mit mondjak magának? Hát fontos volt ez a válasz, mármint nem mond fontos volt, mert megmondom őszintén, hogy hát mit mondjak magának? Nem olyan fontos volt ez a választás, mert jelenleg hát mit mondjak magának? Egyik párt a másik, de szeretnék erre jutni, hogy hát legyen valami. De mennyire beszéltek róla az ismerőseivel, amikor mielőtt eljöttek volna szavazni, hogy hogy lenne jobb? Én nem beszéltem szóval az ismerőseimmel, de megbeszéltem hát úgy, hogy mindenki arra szavaz, amit akar. De én erre a pártra szavaztam, őszintén megmondom, nem mondom most, mert nem nyilvános, mert nem szabad meg kampányban. Úgyhogy hát nem tudom én sem. Mitől van az, az emberek nem vállalják föl még 16 évvel a rendszerváltás után sem, hogy kire szavaznak? Hát szerintem félnek tőle. Mert nézze, én is szerintem félnek tőle, hogy hát mit vállalnak. Szerintem félnek attól, hogy hát, ezt vállalják, azt vállalják, de nem tudom most. Jelenleg, úgyhogy nem tudok nyilatkozni annyira magának most jelenleg. Na, jó. Fontos volt ez a válasz, mármint nem volt. Fontos volt ez a válasz, mármint nem mond fontos volt. Ez volt a mondás. Az volt a mondás, hogy egyik párt a másik. Hát az csodás. Csodás megmondás. Legyen tánc. Legyen zárcsökkentés. De az a... Most, figyelj! Nekem az a kérdésem, hogy szavazzon-e az országról az, aki nem tudja, hogy miről szavaz. Ez egy demokratikus jog-e? Egy olyan demokratikus norma, ezek azok a civilizációs vívmányok, amikért mi harcolunk, meg amik a mi kultúránkat, meg a társadalmainkat így alapvetően így felépítik, meg így alapozzák, így ezek a kulturális normák az alapvetőek. Vajon? Hát ez az, amit így kivívtunk. Ezek a demokrácia nagy erényei, meg a nyugati társadalmaknak a nagy vívmányai, hogy ez az ember dönt. Szerintem ez egy vadhajtás. Szerintem ez az általános és... Na, az általános választójog és az alanyi választójog mind oké. De a feltételek nélküli választójog az egyszerűen már visszaüt. Én azt gondolom, hogy ez az ember elmehet szavazni, el kell tenni neki egy egyszerű, nem tudom én, két vagy három kérdésből álló kérdéssort, és hogyha, mit tudom én, a négy kérdésből nem tudja a választ háromra, akkor egyszerű kérdések, nagyon egyszerű kérdések, akkor adni neki egy négy oldalas munkafüzetet, mondom négy oldal, tehát nem kell belőle ilyen kapcsot rakni, érted? Egy négy oldalt, és megmondjuk neki, hogy nagyon jó tanulást kívánunk, minden évben egy oldalt megtanul, és akkor visszajön, és négy év múlva várjuk szeretettel, és így lehet szavazni. De komolyan! És aztán, ha ez így megy, akkor az azt követő választáson már lehet nyolc oldalast. És így szépen lassan így lehet, így hogy mondjam, nekünk ezzel nem az a dolgunk, hogy szórakozzunk rajta, meg röhögjünk. Persze röhögünk rajta, mert nem lehet rajta nem röhögni, de hát ezzel nekünk dolgunk van, ez egy probléma.
Ez amit itt látunk, ez egy probléma, és ez egy kurva egyszerű lenne megoldani. Tehát így miért kéne megoldani? Ezek kurva jó szavazatok, ezek kurva jó helyen vannak a jelenlegi hatalomnak ezek a szavazatok. Ezeket miért ne akarna a nemzeti együttműködés, hogy ez az ember szavazzon? Hát ő a nemzeti együttműködés része. Hát ez itt a probléma, hát ezek itt a kurva nagy problémák, de még 100 ilyen, de hogy mondjam, én azért ragaszkodtam, a fan mindjárt el fogja mondani, hogy miért irtózik ezektől a videóktól. Jó, oké, mindjárt. A fan mindjárt el fogja mondani, hogy miért irtózik ezektől a videóktól, a fannak a jó ízlését sérti. Én meg úgy vagyok vele, hogy ezzel a dologgal kapcsolatban nekünk, tehát hogy itt nekünk dolgunk van. Itt van egy ügyünk. És erről az nem megoldás, hogy a jó ízlésünknek rehallgatva nem vagyunk hajlandóak szembesülni ezzel a problémával, ez egy válság. Na, egyébként amit a Robi mondott, az tényleg egy komoly probléma. És igazából most nem is őt akarom opponálni, mert hát ez tényleg van. Én voltam annak idején szavazatszámlálós, meg minden, ilyen kis aktivista fasz voltam még a rendszerváltás idején. Pontosan tudom, hogy mi ez az jelenség, és ez tényleg egy komoly jelenség, és tényleg problémák vannak a képviseleti demokráciával, hogyha az ilyen emberek mondjuk többségben vannak. Nekem ugyanakkor az ilyen típusú videók, függetlenül attól, hogy én is egy aljanép vagyok, és röhögök rajta, persze, mindenki röhög rajta, az az alapvető problémám, hogy ez is egy freak show. Ez is egy freak show. Egy ilyen politikai, szellemi freak show. Ugye? Látunk egy nagyon szerencsétlen, vagy két nagyon szerencsétlen nyomoroncot, és ezen röhögünk. Ez valóban, emlékeztek, Szalacsi, Polgárjenő és a többi klasszikus. Én is röhögtem rajta, persze. De valójában miről van szó? Egyrészt a legalsóbb, legnyomorultabb társadalmi rétegek ellen van tulajdonképpen egy ösztönös, féltudatos hangulatkeltés. Nekem ez a bajom az ilyen videókkal. Ha most itt kimennénk a belvárosba, és a legúribb szórakozó helyeket körbejárnák, és a középosztálynak a csemetéit meginterjúvolnák, állítom, hogy találnánk ki a hülyéket. Tutira. De azokat is ki kell szűrni! Hogyha azokat is ki kell szűrni! De én most nem veled vitatkozok, én egy más dimenziójáról beszélek a dolognak. Az ilyen videókészítésekről. Annak idején a kultúra-antropológián mondta egyik tanárom, hogy mindig megjelenik, akkor ilyen kurva nagy határzárak voltak, és akkor jöttek a török vendégmunkások Németországból haza, meg oda-vissza. Jönnek a törökök, mindig megjelent egy ilyen izé, és addig-addig kereste a fotós, újságíró, csávó a izét, amíg talált egy török családot, amilyen cigánymódra kipakolt, és ott evett a füvön. Itt is ez van. Miért nem azokat interjúvolták meg, akik ott a háttérből mondjuk kijöttek? Azok is prolik. Miért a kretén prolikat interjúolják meg? Sőt, most nézzük meg, hogy egyébként a történelem folyamán ezt a módszert kik használták és hogyan. Kurva sokan. A nácik például kibaszott profén. Előszeretettel fotóztak nyomorék, meg nagyon csúnya zsidókat. És én még láttam azt a náci propaganda filmet, amit a elmebetegek eutanáziája előtt csináltak, hogy elfogadtassák a harmadik birodalom társadalmával, hogy ezeket ki kell nyírni, és mutatták ezeket a rettenetesen torz izéket egy ilyen álságos szöveggel, hogy hát élet ez, amit ezek a szerencsétlenek élnek, és így tovább, és így tovább. Aztán a zsidókról csináltak keményebb hangvételűt, hogy mint a baktériumok, meg a nem tudom, Pest is keletről jönnek, és tényleg rettenetesen csúnya, ronda zsidópofákat lehetett látni. Tehát ez egy nagyon régi módszer, hogy kiválasztunk egy társadalmi csoportból valami nagyon csúnyát, vagy nevetségest, és akkor azt kiterjesztjük az egész csoportra. És a rendszerváltás óta elterjedt a prolizás, meg elterjedt a gúnyolódás a legnyomorultabb, egyébként védekezésre képtelen rétegek ellen. Ha elmennénk mondjuk a Rózsadombra, vagy a felső 10 000 bármelyik lakónegyedébe, ugyanilyen faszokat ki lehetne ott is szűrni. Én nagyon-nagyon sokféle társadalmi csoportban megfordultam. Múltkor majdnem meghánytattam például egy részeg arisztokrata nőt. Ugyanilyen baromságokat mondott, mint ez a csávó,
Csak ezekről nem lehet ilyen videókat csinálni, mert jó, rábaszna a videós. Értitek? Nekem ez a problémám ezekkel a videókkal. Ennek természetesen nincs köze ahhoz, amit a Robi mondott, mert ebben igaza van. Csak én ezért utálom ezeket a videókat, és ezt el szerettem volna mondani. Hogy mondjam, ennek a videónak, ez egy politikai program, és ennek a videónak van egy politikai közlése. Ez nem pusztán egy freak show. Igazad van, hogy freak showként is funkcionál. De ez a videó, ez egy propaganda videó. Ez arról szól, hogy a demokráciánk nem működik. És az okokat mutatja meg. És a körülményeket. És igazad van, le kéne forgatni ugyanezeket a videókat, bazd meg itt a kibaszott Dosdúdvarban. A nagypolgárság körében megmutatni ugyanezt az ilyen primitív félállat szintet. Igen, azt gondolom, hogy igen. Ugyanígy meg kéne csinálni. Az okokat nem mutatja meg. Nem, de megmutatja, hogy teendőnk van. Azt igen, de az okot nem. Hogy az okot? Hogy az oktatással van a baj, meg az alkoholizmussal, meg ezeket? Például. Na, hogy mondjam, ez nem az okokat mutatja meg, hanem a tünetet. De szabadjon már egy videónak megmutatni a tünetet abban a világban, ahol a tünetet is mindenki tagadja. Ahol a demokráciának a nagyon magas pontja az, hogy ez az ember szavaz. Ez egy fejlett állapot. Ez sikerült kivívnunk azt a demokráciát, ahol ő is szavazhat. Igen? Milyen ellenőrző kérdéseket írnál? Te nem kapsz el. Milyen kérdéseket? Hazádnak rendületlenül pont. Az első évfolyamban ez bazd meg. Stb. Tehát 3-4 ilyen egyszerű dolgot bazd meg. Csak ismeri a jelölteknek a programját. Ettől még nem veszi a fáradtságot, hogy elolvas. Ez egy jó felvetés, a jelölteknek a programjából kell kikérdezni. Nagyon jó ötlet, nagyon jó ötlet. Már is elkezdtünk közösen gondolkodni, igen? Mi a különbség a között, aki pián és szavaz, aki értelmiség és nem szavaz? Nem értem. Ha az értelmiségi nem szavaz, az a probléma? Butáska is szavaz, és értelmiség is nem szavaz. Hogy mi a különbség köztük? Az jobb-e, ha valaki értelmiségi és nem szavaz? Hát persze, hogy jobb. Az hoz egy döntést, hogy szavaz. Ez az ember nem hoz döntést. Hát ennek az embernek a szavazatát, azt sorsolják. Hát ez ilyen döntést hozott ez az ember. De most komolyan. Az, aki úgy dönt, hogy nem szavaz, az hoz egy döntést. A szavaz egy kurva nagy nemmel az egészre. Ez az ember, ez meg egyszerűen így a rendszer így hordja magával, és így, hogy mondjam, olyan, mint ami, hogy mondjam, ez az ember a rendszernek a hulladéka. Bizonyos értelemben, de így funkcionál, bazd meg, ha tetszik, hanem szerintem nem így kell vele bánni, szerintem fel kell emelni. Én mondom azt, hogy fel kell emelni, és nem szabad lent hagyni. Igen? Ja, csak annyit szerettem volna mondani, hogy most sok emberrel beszélgettem, mert ugye a választások között ilyen közvéleménykutató, politikai közvéleménykutató cégnél voltam, és itt napjában 20 ember... Kurvára nem hallunk semmit itt előbb, elnézést! Napjában ilyen 20 emberrel beszélgettem, és ugye a kérdéseknek egy része ugye a helyi önkormányzati választásokra volt jellemző, a másik része pedig a országos szintre. És az meglepődtem egyébként, mert nem gondoltam volna előtte, hogy önkormányzati szinten az emberek sokkal tudatosabbak, még hogyha egyébként nincsenek is tisztában azzal, hogy mit jelent az, hogy pontosan hogy jobb oldal vagy bal oldal, vagy hogy liberális vagy radikális, vagy különböző ilyen politikai fogalmak, de mégis rengeteg olyan fideszes volt, aki mondjuk MSZP-s polgármestere szavazott, mert úgy látta, hogy jobban meg tudta ítélni a munkát. Ez nagyon jó, hát ez az a fajta tudatosság, amire szükség van, hogy valaki nem pártpolitikai alapon szavaz, hanem mondjuk így megnézi a várost, és nem a saját előítéletei meg skrupulusai alapján szavaz, meg a nagymamát hova vitték alapon szavaz, hogy így Auschwitzba vitték, vagy Recskre vitték, vagy mi történt, hanem mondjuk így az alapján szavaz, hogy így azt nézi, hogy a városnak most így a Botka László, vagy a faszom, most így annak ellenére, hogy MSZP-s, így jó. És akkor így arra hajlandó szavazni, és így viszont. De hogy így ez a... Az Orwellt? Az Orwellt, aha. Felolvasod? Fel. Kurvára föl, csak... Ez az Orwellnek az 1984 című könyvéből egy rövid szakaszt fog a fan felolvasni, ami szerintem egy nagyon-nagyon fontos szöveg, és megvilágító erejű a társadalmak, a politika, a történelem vonatkozásában. Számomra megvilágító erejű volt ez a két bekezdés. Nem mi. Apropó, olvasta valaki az 1984-et, ha már... Nagyszerű.
E három embercsoport céljai teljesen összeegyeztethetetlenek. A felül lévők célja az, hogy ott maradjon, ahol van. Középen lévőjé, hogy helyet cseréljen a felül lévővel. Az alul lévők célja az, ha van céljuk. Az alul lévőket ugyanis nagyon összetöri a robot, és csak időnként ébrednek tudatára valaminek, ami mindennapi életükön kívül esik, hogy eltöröljenek minden különbséget, és olyan társadalmat teremtsenek, amelyben minden ember egyenlő. Így aztán az egész történelem folyamán újból és újból megismétlődik egy fő körvonalaiban mindig azonos küzdelem. A felüllévők hosszú időszakokon át látszólag biztosan hatalmon vannak, de előbb vagy utóbb mindig elkövetkezik egy pillanat, amikor elvesztik vagy az önmagukba vetett hitüket, vagy azt a képességüket, hogy eredményesen kormányozzanak, vagy mind a kettőt. Ilyenkor megbuktatják őket a középen lévők, akik a maguk oldalára állítják az alul lévőket azzal, hogy úgy tesznek, mintha a szabadságért és az igazságért harcolnának. Mihelyt a középen lévők elérték céljukat, az alul lévőket visszataszítják régi szolgai helyzetükbe, és belőlük lesz a felső réteg. Nem sokára egy új középső csoport válik ki, a másik két csoport valamelyikéből, vagy mindkettőből, és a küzdelem újból megkezdődik. A három csoport közül egyedül az alsó az, amelyiknek sohasem sikerült, még átmenetileg sem elérni céljait. Túlzás volna azt állítani, hogy anyagi értelemben nem volt fejlődés a történelem folyamán. Még ma is, amikor hanyatlási szakaszban vagyunk, fizikailag jobb helyzetben van az átlagember, mint néhány évszázaddal ezelőtt volt. De sem a jólét növekedése, sem a bánásmód enyhülése, sem a reform vagy forradalom nem hozta el soha egy milliméterrel sem közelebb az emberi egyenlőséget. Az alulévők nézőpontjából egyetlen történelmi változás sem jelent sokkal többet, mint uraik nevének változását. A 19. század végétől fogva sok megfigyelő számára nyilvánvaló lett ennek a sablonnak az ismétlődése. Ekkor filozófiai iskolák keletkeztek, amelyek ciklikus folyamatként értelmezték a történelmet, és igyekeztek kimutatni, hogy az egyenlőtlenség az emberi élet megváltoztathatatlan törvénye. Ennek az elméletnek persze mindig voltak követői, most azonban jelentős változás mutatkozott a módban, ahogyan keletkezett. A múltban a hierarchikus társadalmi forma szükségessége jellegzetesen a felső osztály tanítása volt. Ezt prédikálták a királyok és arisztokraták, papok és jogászok, és mindazok, akik rajtuk élősködtek, és általában ígéretekkel enyhítették, azzal, hogy egy síron túli képzelt világban majd kárpótlás érte. A középső réteg, amíg a hatalomért harcolt, mindig olyasféle jelszavakat használt, mint szabadság, igazság és testvériség. Most azonban az emberi testvériség fogalmát olyan emberek kezdték támadni, akik még nem voltak abban a helyzetben, hogy parancsolhassanak, csak remélték, hogy hamarosan eljön ez az idő. A múltban a középső réteg forradalmakat csinált az egyenlőség zászlaja alatt, aztán új zsarnokságot teremtett, mihelyt a régit megdöntötte. Az új középső csoportok lényegében előre meghirdették zsarnokságukat. A szocializmus elmélete, amely a 19. század elején tűnt fel, és az utolsó szem volt egy eszmeláncban, amely az ókori rabszolgalázadásokig nyúlik vissza, még mélyen meg volt fertőzve az elmúlt korszakok utopizmusával. A szocializmusnak körülbelül 1900-tól fogva feltűnt valamennyi változatában, azonban egyre nyíltabban feladták a szabadság és egyenlőség megteremtésének célkitűzését. A század közepén feltűnt új mozgalmaknak, Óceániában az angszocnak, Eurázsiában a neobolsevizmusnak, Kelet-Ázsiában pedig, ahogy nevezni szoktuk, a halálimádatnak. Nekem tényleg milyen jó kis bazmeg, hogy kitalálta ezeket a kultúrákra. Már a szabadság nélküliség és az egyenlőtlenség állandósítása volt a tudatos célja. Ezek az új mozgalmak persze a régiekből nőttek ki, igyekeztek megtartani nevüket, és színleg hűek maradtak azok ideológiájához. A célja azonban mindegyiknek az volt, hogy feltartóztassa a fejlődést, és egy megválasztott időpontban befagyassza a történelmet.
A szokásszerű ingalengés még egyszer megtörtént, és aztán megállt. Mint máskor is, a középső csoport kilökte helyéről a felsőt, és belőle lett a felső, ezúttal azonban tudatos stratégia révén a felső csoport állandóan meg tudja tartani pozícióját. Ez szerintem kurva erős meglátás, hogy a középső csoport indítja a társadalmi mozgalmakat azért, hogy a felső csoport helyét átvegye, és újra termelje a zsarnokságot. Hát, tulajdonképpen ez zajlik, tehát így a történelemben minden nagy politikai vagy eszmei változás hátterében ez volt. Egy erős középosztály, amelyik uralomra akart jutni. Március 15-én a burzsóázia így jutott hatalomra Magyarországon. Vagy hát az ennek a forradalomnak a... Mert hogy így egy ilyen nemzetiparipát, hogy Petőfivel voltak épp a gyári farosok jutottak. Valójában ez milyen volt. Milyen groteszk, igaz, de kurva. Most a Mandiner kért tőlem egy cikket a 25. éves évfordulóra, nem csak tőlem, kurva sok embertől, akit valami miatt valamire tartanak, és akkor megírtam a jó kis famos véleményemet, és akkor írtam benne egy ilyet, hogy ez a tabu úgy dőlt le, mint a berlini fal, nyilatkozta Kovi, vagy más pornókirály a tévében, erre tisztán emlékszem, a szexpiac megnyílásáról, miközben mi koronás címeres jelvényekkel, meg kokárdákkal vonultunk az utcákra a magyarságért, meg a szabadságért. Tényleg a rendszerváltáskor kicsibe pont ugyanez történt. Tehát mi kimentünk hőzöngeni a picsába az utcákra, mindenféle ideáloknak a nevébe meg ért, és közben meg nekem a Covid, azért a Covid említem, mert ilyen szignifikáns, tehát hogy ilyen nagyon-nagyon jellegzetes figura, amit szerintem a rendszerváltás produkál. Tehát lehet itt említeni, mit tudom én, TS elnökökből lett új burzsóát, és nagyon sok minden, de valahogy nekem ez volt egy ilyen nagyon jellegzetes, szimbolikus, nekem ez szimbolikus, de most nem a pornóról van szó természetesen, szimbolikus, ahogy jön föl a mocsok a rendszerváltással, értitek? Tehát, hogy az idealista hülye faszok kimennek az utcára, és közben ott vannak akik ezt az egészet jó pénzre konvertálják. Most valami ilyesmit mondtál te Petőfiék kapcsán is, nem? Arról van szó, hogy a valójában ez egy hatalmi harc, ami a történelem folyamán egyhuzamban zajlik. A középső réteg, az mindig át... Kvázi a középső réteg mindig át akarja venni a hatalmat, és így a felső réteget kiüti, majd termel magából, meg az alsó rétegből egy új középső réteget, amikor azt a rendszert konszolidálja, gyakorlatilag saját maga ellen termeli ki azt a saját burzsóáziáját, amelyik aztán majd megdönti őt és átveszi a hatalmat tőle. És az igazság, hogy még a szocialista forradalom is ez volt. Tehát tulajdonképpen Lenin, meg a haverjai, ennek a mélyén annak is ez volt. Mint ahogy mindennek. Minden ilyen változásnak. Ott is volt egy csoport. Vagy mechanisztikus. Ez a mintázata a történelemnek, és mi pedig az egészet ilyen ideológiailag meg akarjuk igazolni. Hát így valószínűleg arról van szó, hogy a Marában is, meg a Dantonban is, meg a Leninben is, meg a Hitlerben is, meg az összes ilyen figurában, de még a Napóleonban is volt egy ilyen kurva nagy hatalomvágy, amit meg kellett ideologizálni. És akkor ezért ehhez jönnek kapóra az ilyen ideológiák, mint a baloldali, meg szocialista ideológiák, vagy éppen ez az ilyen népek forradalma, meg szabadság, meg egyéb, tehát amik ilyen hívószavak, amikkel igazoljuk azt, hogy itt van egy új burzsóázia, amelyik nem elégszik meg azzal, hogy tehát rendszert akar. Rendszert akar maga köré, azt a rendszert, ahol nincsenek se grófok, se bárók, hanem kizárólag a pénz van, és csak a pénz sorol. Nem sorolnak az előjogok. Ezért hoz egy ideológiát, ami szerint ezek az előjogok, ezek ilyen inkorrekt, erkölcstelen, gonosz dolgok, és ennek az ellentéte az egyenlőség. Az egyenlőség valójában azt jelenti, hogy majd a pénz fog rangsorolni. Az egyenlőség az azt jelenti, hogy mindenki egyenlőnek indul, de hát tudjuk, hogy nem, csak törvényileg. Piacon meg már nem, de ezt bízzuk a piacra. Tehát így igazából arról van szó, hogy egy új modell, egy új uralkodó osztály akar hatalomra kerülni, és hoz hozzá egy ideológiát, ami az,
hogy nincs szabadság, mert az egyik ember grófnak, meg bárónak születik, a másik az meg senkiház ízé, parasztnak születik, meg röközködik meg, és ez egy gonosz, sötét világ, amit fel akarunk váltani egy jobbal, ahol majd a proletár a futószalag mellett dolgozik, a bankár az meg majd ül a pénzesákokon. Valójában arról volt szó, hogy egyesek grófnak, bárónak születnek, mások jobbágynak. Lett egy kurva gazdag csoport, amelyik azt mondta, hogy majd én szabályozom a rendszer. Tehát a felszíne az volt, az ideológiája az volt, hogy de hát a szabadság és az egyenlőség. A rejtett célja meg az volt, hát én is legyek már rabszolgatartó. Hát a négerből is lehessen rabszolgatartó. A nőből is lehessen cégvezér, érted? A rendszer maradjon meg. Csak bárkiből lehessen geci. A rendszert nem lehet megváltoztatni. Arról van szó, hogy a rendszert, arról ír az Orwell, és kurvára igaza van, hogy ezt a rendszert nem lehet megváltoztatni. Tehát én, mindig ez a rendszer volt a történelemben, és mindig ez a rendszer lesz a történelemben. Csak azért hoztam a Kovics példát, és kicsit láttam, elbizonytalanodtam, mert azt hitted, másról beszélek. Nem. Azzal azt akartam mondani, hogy Petőfi versus korabeli nagytőkés, a mi koronás címeres fasságunk versus Kovics, hogy a közép differenciál. Vannak az idealisták, akik tényleg komolyan gondolják, és aztán ők is, ezeket lenyakazzák. De ők is hatalmat akarnak. Ők is hatalmat akarnak. De mégis csak. De az igazság, hogy még én is hatalmat akarok. Azt tudjuk. Hát csak én most magyaráztam el, hogy milyen módon. Én komolyan mondom. Én nekem egyszerűen csak más a stratégiám. Azért nem akarok politizálni, mert én is abban annyira, hogy mondjam, deformálódnék, hogy már a végén már mínuszban lennék, érted? Már aki hatalomra jutna, annak már nem kellett volna el se kezdeni. Érted? Ezért is rossz ebbe belemenni. És pont arról beszéltem az előbb, hogy kívülről hogyan lehet a rendszert változtatni. Úgyhogy nem jutunk hatalomra, és mégis hatalmon leszünk. És szerintem ez a 21. századi hatalom. Ez a 21. századnak a paradigmája. Egy gond van, hogy amíg államok vannak, addig az általad vizionált, egyébként szimpatikus... Addig ezt államokként kell megcsinálni, és a nagy államokban nagyjában megvan. De ez egy mellékes dolog, érted? Ügyek körül szerveződött international csoportok, a Facebookon, meg minden. De érted, ha Magyarországon árvíz van, az már egy lokális dolog, arra nem tud ez. De nem az árvíz a válság szintű probléma. Hát világos, de... Jó, de egyébként meg igen, mert ha a globális felmelegedés, meg a légkör széndioxid tartalmát nézzük, akkor az árvíz... És akkor előjön a lokalitás... Valójában ők a mások, akik jönnek, bazd meg, a falon túlról a globális klímakatasztrófa. Tehát, hogy ők a... Hogyha klímakatasztrófa... Trónokharcát nézi valaki? Én nem. Lássuk a kezeket. Én csak a... Többiek milyen szálljanak magukba, menjenek haza, trónok harcát. Lófaszt a... MOST! A Breaking Bad... Az egyetlen jó kifogás arra, hogy nem a trónok harcát nézek, hogy éppen a Breaking Bad-et nézem. A Breaking Bad-et azt végignéztem, jó magam is. Visszatérve a problémára, még egy mondat erejéig. Tehát, hogyha lokális problémák jönnek, akkor baszhatod a nemzetközi összefogást a Facebookon, akkor aki laki, ahol laki, ott van víz, a másik országban nincs víz, akkor kitör az élet-halál. Ezt meg kell csinálni Magyarországon belül is, azt értsd meg. Ja, hogy akik a Balatonnál laknak, azok izé? Igen, helyileg, lokálisan. Ez a 21. században így fog működni. A Dunakanyarban lakók is át fogják venni helyileg a hatalmat, és helyileg fognak dönteni erről, nyomásgyakorlással kívülről, ugyanígy. Egyszerűen egy nagy globális öntudatra ébredésre van szükség, és ennek az intézménye már megvan, az internet. Tehát az internet már megvan, az intézményrendszer, ami ehhez szükséges, már megvan. Már csak a szellemi fordulatra van szükség, hogy a nagy tömeg az tudatára ébredjen a saját erejének, a saját hatalmának és a saját lehetőségeinek. Ilyen ezelőtt állunk. És itt fogjuk folytatni. Ámen! Ez volt az Apu azért iszik, mert te sírsz. Köszönjük szépen a megjelenést. Jó éjszakát, jövő éjszakát találkozunk. Köszönjük a figyelmet.